Sok szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit. Gödöllőről, a Szent István Egyetem sportcsarnokából jelentkezünk röplabda mérkőzéssel. A mai napon a Teva Gödöllői Röplabda Klub a Nova KBM Branik Maribor csapatát fogadja Szlovéniából a Közép-Európa Ligában. Ez lesz a gödöllői csapat első pályára lépése a 2013-as esztendőben. És nézzük már is a szlovén csapat összeállítását, hiszen őket szólítja pályára a helyi műsorközlő. Egyessel Iza Mlakar érkezik a vendégek részéről, hármassal Elena Kucsej fog játszani, ötössel Diana Andrejko, tízessel Sara Najdic, 13-assal érkezik a csapatkapitány Mihela Planinšec, a legnehezebb nevű, 15-össel Sára Hutinski, a csapat liberója pedig Stefana Prokovic. A vendégek edzője Bruno Najdic, a segítője Matyáz Hafner. És akkor nézzük a hazai csapat kezdő hatosát. Egyessel érkezik Krígel Éva, 4-esben Molnár Németh Zsuzsanna, 8-assal Merkowski Tünde játszik a mai napon, 11-essel Szakmári Gréta, 12-essel Háfra Dominika. A kezdő csapatban hazai pályán először szerepel a Közép-Európa Ligában, és Széles Petra a csapatkapitány. Léko Lilla pedig zöldmezben, a liberónk szokásoknak megfelelően, Ludvík Zsolt és Szalai Attila edző páros dirigálja a mai napon is a Teva Gödöllői Röplabda Klub csapatát. Hát ez a mérkőzés nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a maribori együttes a végső győzelemre is esélyes. Reméljük sikerül őket ma itt megszorongatni. A mérkőzés játékvezetői Vaško Pavel és Niklová Jana kisasszony, aki már is útjára indítja a labdát és elkezdődhet a 2013-as esztendő a Közép-Európa Ligában a Gödöllői Röplabda Klub számára. Elcsendesül a maroknyi gödöllői néző sereg, és egy ásznyitással kezdenek a vendégek. Tízessel Najdic Sara az, aki ezt a labdát beütötte. Merkowski tündi ezt a kiszorított feladást, sajnos csak az antennára tudja tenni. Egy kicsit enerváltan kezd, megilletődötten kezd a gödöllői társaság. Reméljük, hogy ez a továbbiakban javulni fog. Németh Zsuzsi blokkolják a labdáját. Merkowski
Merkowski kapja még egyszer, Merkowski beüti. És hát ejtsünk arról pár szót, hogy hiányzik a gödöllői kezdő csapatból Csengeri Petra. Ennek az okát nem tudom, talán majd a mérkőzés végén megtudjuk Ludwig Zsolttól. Egy jó feladás után egy jó gödöllői blokk. Na, 2-2, jól van, ez kellett a mai napon itt az elején. Kettő-kettő tehát, Németh Zsuzsa mehet hátra. Észer válhat egy kicsit hosszan. Sajnos jól vette észre a maribori edző kollega, aki be is kiabált a lányainak. Najdics Bruno. Bruno Najdics. 3-2 ezzel a Maribornak. Lékó fogadása után Kriegel készít elő. Szakmári csak pörgeti. Háfra után Kriegel. Évi tartja meg bravúros mozdulattal. Aztán az egyes blokkal szemben Szakmári eredményes. 3-3-mal kezdődik a találkozó. És Háfra Dominika szerválhat. Én úgy gondolom, hogy Háfra Dominika a mezőny legfiatalabb játékosa, de mindjárt belenézek a szlovén együttes összeállításába is. Egy szép mezőny után sajnos nem sikerült feladót találnia ennek a labdának. 4-3-ra vezetnek a vendégek, szóval belepillantok. Azt mondja, hogy 95-ös játékosuk van a vendégeknek, tehát Háfra Domival egyidős, nem is egy, kettő, egyessel látható a pályán. A vendégeknél Mlakár Iza, aki szintén 95-ös születésű, ráadásul novemberi, úgyhogy vélhetően mégsem Domi a legfiatalabb játékos, de gödöllői oldalon mindenképpen. Na nézzük, egy feladás ki négyes helyre, a kettős blokk után folytathatják a szlovénok. Egy gyors visszatámadás után széles kezéről pattan szélesre a labda, így már 5-4 a vendégeknek. Nagyon szép akció után bent volt az a labda, Halász Enikő, bocsánat, nem Halász Enikő, nem látom, talán Szombathelyi Zsófia, igen, a vonalbíró, valóban Szombathelyi, egy pillanatra felemelte a kezét, de hát bent volt az a labda, itt a kollégák is mutatják az újságírói boxban. Nem volt kérdés. Szakmári hátulról megpattan a labda, ezt már nem érheti utol Andrejko. Hat-ötre vezet a mérkőzés folyamán először. Hoppá, hoppá, hoppá! Egy szabályos érintés után meglepő módon leesik nálunk a labda. Hát a meglepő tulajdonképpen az volt, ahogy áttette ezt a vendégek feladója, Najdics. Viszintén egy fiatal játékos, 94-es születésű. Kriegel Évi teszi ki Németh Zsuzsinak. Ez a labda szépen pattan el a blokkról, nem tudják visszahozni a szlovénok. 7-6-ra vezetünk. Nem olyan látványos a játék, nem olyan energikus, de mégis vezetünk. Reméljük, ha majd rá tudunk kapcsolni, és egy lapáttal a csajok rátesznek a kazánra, akkor beindul a gépezet Németh Zsuzsi blokja után. 8-6-nál mehet az első pihenőre a két csapat. Ludwig Zsolt vállalkozásra buzdítja a játékosait, mindent el kell vállalni, keményen kell visszatámadni, és arra hívja fel a figyelmet, hogy beszéljenek egymással, kommunikáljanak. A vendégeknél is heves gesztikulációk láthatók a edző részéről.
Apája készen áll a folytatásra, a Gödöllői Röplabda Klub utánpótlás játékosai ezúttal is remek munkát végeztek itt a technikai idő alatt. Folytatódhat a találkozó 2 pontos Gödöllői előnnyel. Széles Petra. Szervája következhet. Széles láüt, és ez bizony kicsúszott. Ezúttal jól látta a vonalbíró, mintegy 30 centivel, 20-szal hosszabb volt ez a labda, de minden esetre ígéretes nyitás volt. Ott figyeljünk, lányok. Németh Zsuzsér Szakmári, Szakmári kapja. Németh viszonylag kiszorítva, de szépen oldja meg egy pörgetéssel, ezt még megfogják. Igen, vissza tudják hozni, most kell pontosan. Háfra Domi kapja, Krieger Évi üt rá, na ezt már nem tudják visszahozni. Szép volt, szép játék. Háfra Domi szépen pontosan, higgadtan adta föl a labdát tulajdonképpen Krieger Évinek, aki elvállalta, kihasználta balkezességét, és ráütött a labdára. Nézzük a szervája, hogy suhan remekül, és másodszor jár túl az eszünkön. Az alacsony feladó a szlovének részéről. Kicsi a bors, de gyors, szoktuk mondani. Hát reméljük, hogy azért többször ez nem fordul elő. Ismét Najdic. A szervája is jó, és úgy kezdi, ahogy a mérkőzést is elkezdte, egy ásszal Németh Zsuzsi elé. Ezzel kiegyenlítenek a vendégek. 9-9-nél újra egyenlő az állás. Najdic ismét, ezúttal Merkoszkit választja. Lékó tiszta feladás után egy hálóérintés. Merkoszki szépen ütött el keresztbe a kettős blokk mellett, a blokkban viszont valaki hibázott és a hálóba nyúlt. Németh Zsuzsi a liberóra szervál, egy gyors akció után nem volt esélyünk. Háfra Domi mellett fölött ütötték ezt el, 10-10. Egyelőre tartjuk magunkat, de jó lenne, hogyha végig ilyen szoros mérkőzést láthatnánk a mai napon. Még azt mondom, az eredmény is mindegy, csak látványos, élvezhető találkozó legyen. Szakmári megy föl és üt rá. Visszahozzák. Figyeljünk oda. Okosan Gréti. Out. Hozzáért a blokk, azt ítéli a játékvezető. Lehet ezen vitatkozni, gyanús volt, a háló is benne volt ebbe a labdába természetesen, de ezek szerint a játékvezető úgy ítélte meg, Vaskó Pavel, hogy a piros mezesről ment outra a labda. Közben Krieger Évi, ismét Szakmári egy ejtés, kicsit szerencsétlenül nyúlt hozzá Gréti, de ez lett a szerencsénk, 12-10. Háfra Domi jó szervája után, kettes helyről érkezik a balkezes, szintén fiatal játékos Iza Mlakar, és szépen pattintja ki a blokkról a labdát, 12-11 ezzel. Hosszan kivár. Hutinski. Krieger teszi be szélesnek. Visszahozzák, nem. Pillanatra úgy tűnt, ez kell, Petra, sok center támadás kell. És akkor eredményesek lehetünk. Merkoszki fogja elkövetni a következő nyitásunkat. Jaj, egy picit kicsúszott. Ez már a harmadik szerva rontásunk. Ez azért nem jó jel. M-
Lakár. Felugrik, ráüt, keményen, férfiasan, Krieger-Lévi pedig lehúzza szemfülesen és gyorsan. 14-12, 10-8 óta, bocsánat, 9-9 volt, 12-10 óta tartjuk a két pontos előnyünket. Szakmári szervája kellemetlenül csapódott le a végén. Jó a blokk, jó a védekezés. Németh Zsuzsi rápattintja a blokkra, ebből vissza tudnak jönni, figyeljünk a feladóra. Egyes helyről érkezik Mlakár. Nálunk egyes helyről érkezik Merkowski. Egy ejtéssel kelt zavart a szlovének soraiban. Na nézzük most, széles, nem? Németh Zsuzsi ejtése után, ez is megvolt, kettős az az érintés. Kedves játékvezető sportás. Nem fújta le. A mérkőzés leghosszabb labdamenetének végén a feladó ne dobja át. Kell a blokk. Ott van még mindig. Németh Zsuzsi. Még mindig nincs vége. Na ki fogja megoldani? Bent volt az a labda bizony. Egy nagyon látványos labdamenet végén. Nem érdemelt meg a Maribor, hiszen már le kellett volna fújni egy szabálytalan érintést követően. De a lányok végig küzdötték becsülettel, és 15-12-nél kikéri az idejét a vendégcsapat. Három pontos előnyben a gödöllői társaság. A Maribor egyébként óriási csatában van a Final Four-ba kerülésért. Ugye a legjobb négy csapat egy tornán összejön, és eldöntik, hogy ki is a Közép-Európa Liga legjobb csapata. Jelenleg a tabellát a Post Svehát vezeti, Sándor Renátával a soraiban, 31 ponttal 12 mérkőzés után. A Kamnik szintén 12 mérkőzésből 27 egységet gyűjtött össze. Na most a Maribor összesen 10 meccset játszott, 20 ponttal áll jelenleg a negyedik helyen a Slavia Bratislava mögött, aki 11 meccsből 23 pontot szerzett. És ott van még közvetlenül a Doprastav Bratislava is mögöttük 18 ponttal, de két mérkőzéssel kevesebbet játszott akkor, amikor Szakmári Gréti tulajdonképpen ásza után ismét pihenhetnek a csapatok, hiszen elérkezett a 16-os technikai idő. 4 ponttal vezetünk egy megbolygatott kezdő csapattal. Na, reméljük, hogy jól kezdődik ez az év, de természetesen nem szeretném elkiabálni. Szóval visszatérve a tabellára, amit egyébként elérhetnek a www.grcvolley.hu oldalról, ez a gödöllői csapat hivatalos honlapja, ott megtalálják a MEVZA hivatkozást, onnan pedig böngészhetnek a Közép-Európai Liga információi között, a tabellákat, a statisztikákat, a mérkőzéseket, bármit el tudnak érni. Szóval az első négy a Svehát, Kamnik, Bratislava és a Maribor. Tehát óriási fegyvertény lenne, hogyha itt akár játszmát, illetve pontot, netán pontokat szereznénk. Ugyanis a 9 csapatos mezőnyben a gödöllői csapat egyelőre a 8. helyen áll, 2 ponttal lemaradva a Linz mögött, azok mögött, amögött a Linz mögött, akik egyébként 2 mérkőzéssel többet játszottak, mint mi. Tehát van esélyünk az előrelépésre a tabellán. Szakmári Gréti nyitása ugyanoda, ezúttal fogják. Kell egy jó blokk. A blokkról valószínűleg megpattant a labda. Igen. Vagy hálóérintés fújhatott itt a játékvezető sporttárs. Hölgy. Nem tudom, 16-13, minden esetre a mérkőzés folytatódik. És szemmel láthatóan megjött a kedvük a játékhoz a gödöllőieknek. Krieger-Lévi. Középről jön Gréti, nagyon szép akció után. Figyeljünk a feladóra, jó a védekezés, valaki kaparja föl, lányok, ez az. Most kell a jobb blokk, hosszan elütik, blokkos a labda. Gödöllői kézről hagyta el a játékteret, így 16-14, 2 pontot szerez a technikai idő után a vendég. Maribor, Ludwig Zsolt azonnal meg is töri a lendületüket, legalábbis ez a szándéka a mostani időkéréssel. Nagyon sokszor volt már az a szituáció, hogy a gödöllői csapat vezetett 16-nál, sőt többször 20 fölött is
jobban állt aktuális ellenfelénél, mégis a végjátékokba mindig egy kis apró, vagy több kis apró hiba csúszott, és sokszor ez a mérkőzés elvesztésébe került. Reméljük, hogy ezen a téren fejlődnek a lányok, és már a mai mérkőzésen tanúbizonyságát tudják ennek adni. Egy hosszú szerva, Ludwig Zsolt időkérése, sikeres volt. 17-14, megtörtük egy picit a lendületüket. Jöhet Széles Petra, reméljük, hogy most a szervája rövidebb lesz, mint az előző, de nem sokkal, csak fél méterrel körülbelül. Igen, ez jó, a libero játsza be. Hátulról érkezik ismét a balkezes átló, az egyik legeredményesebb játékosa a vendégeknek. A fiatal Iza Mlakar, aki novemberben töltötte be 18. életévét. Elpattan ez a labda, ismét két pontot szereznek a vendégek, ezzel most már egy pontra zárkóznak föl. Érkezik nyitni Kucsej, Elena Kucsej. Egyes helyet kéri tőle az edzője, tehát a liberónkat fogja nyitni. Pontosan hatosra kellene ez fölemelni Grétinek, oda is teszi Tündi. Ismét az átló megpattan, az meg lehet még. Vége Lévi teszi ki Háfra Dominak, aki nem tudott ezzel mit kezdeni. Csak azt, hogy hosszan elüti. Sajnos ezzel egyenlítenek a vendégek 17-nél. 16-2 után egy pontot tudtunk csak csinálni, míg a vendégek 5-5. Német Zsuzsi bombája. Háfra Domi ez befejezi, és megvan a pontja. Bravo Domi, szép volt, higgadt volt. Nagyon jó. Krigelévi. 18-17-es gödöllői vezetésnél szerválhat a gödöllő. Megtartjuk, megvan az a labda. Szépen higgadtan kiszedtük a hálóból. Ismét jönnek a vendégek, ugyanaz a variáció. Jó játszik Hutinski is ott középen. Na nézzük. A szokásos nyitás. Opá, opá, micsoda kemény ütés. Elképesztően dinamikus. A szlovének átlója. Ludwig Zsolt kikéri második idejét. 19-18, és már a vendégeknél az előny. 16-12 után egy picit megtorpant a gödöllői társaság. Egyébként Szlovéniában, Mariborban, amikor az első mérkőzést játszottuk október 27-én a Nova Mariborral, akkor az első szett hasonlóan szorosan alakult, 25-23-ra maradt alul csupán a gödöllői csapat. Közben próbálok belehallgatni Ludwig Zsolt intelmeibe, de nem hallottam, illetve nem értettem, hallottam, mert meglehetősen hangosan, nem mondanám, hogy ingerülten, inkább hangosan irányította a lányokat és próbálta instrukciókkal ellátni. Szóval egy szoros első játszma után sajnos két viszonylag sima játszmában maradtunk alul 3-0-ra. Mariborban reméljük ez most másképp lesz. Gréti, Évi hátsó soros, Domi lemaradt erről a labdáról. 20-18. Két pont most már a vendégek előnye. Out. Nem. Bent volt. Hát úgy tűnik bent volt. 21.
21-18, lányok, most kellene valami, jön egy csere. Németh Zsuzsi helyett érkezik Kriege Zsófi. Reméljük tud hozni egy kis lendületet, valami kis új színt a mérkőzésbe. Na jó, ez így rendben van. Najdics elrontotta, és érkezik Kriege Zsófi. 21-19, most kell figyelni, most kell egy jó blokk. Hutinski van elől a túloldalon, centerben, a feladójuk pedig hátsó soros. A nyitásfogadás nem túl pontos, és átlóból érkezik ismét Mlakár. Meg kell tanulnunk ezt a nevet, Iza Mlakár. Kíváncsian várom majd a statisztikát, de hát valószínűleg ő a legtöbb pont szerzője az első játszma alapján. Hamarosan meg is nézem, hogy az összetett versenyben, az összetett statisztikai mutatók alapján hogyan áll. A best scorerre kell rámennem, ez a legjobb pontszerző a Közép-Európai Ligában. Ismét ő érkezik egy ejtés után. Kriege Lévi meg kell tartani. Gréti, jó a blokk, föl kell emelni. Okosan Gréti. Vissza tudnak jönni a szlovének. Ismét az átlom. Lakár, jó védekezés Domitól. Átjön az a labda, hátsó soros a feladó, és belefúj. Igen, ott volt a labda. Nem, nem. Hiába reklamál. Jaj, most már megtalálom a nevét. Najdics. Nem Najdics, Najdics. Hiába reklamál a vendégek feladója. 22-21-nél kikéri a második idejét is. A második idejét. Itt a... Úgyhogy nincs több idő, jelzés ezt a második játékvezető a jegyzőkönyvvezetőnknek. Szóval megkeressük az összetett rangsorban Iza Mlakárt. Én úgy gondolom, hogy azért viszonylag előkelő helyen, bizonyám a hetedik helyen áll, 9 mérkőzés után 126 pontnál tart. Na, már ezen a mérkőzésen be fogja előzni az előtte álló Lauren Barfieldet, a Linz játékosát, aki 11 mérkőzésből 2 ponttal csinált többet nála. Hát meglátjuk, hogy 11 mérkőzés után hol tart, egy hosszú nyitás után 2 pontra kerül az első rész sikertől a Nova Maribor. Nova KBM Branik Maribor a hosszú nevük. Engedjék meg, hogy ne mondjam ezt végig minden alkalommal. A szerva jónak tűnik, Kriege Zsófi. Szakmári ráüt keményen, de sajnos a blokk közepét találja el. Ezzel 24-21-nél játszmalabdához jut a Maribor, és Hutinski szerválhat. Hutinski elrontja, nincs még vége a játszmának, 24-22. És Luther Liza érkezik szerválni. Na nézzük, Liza mit tud. Bejön-e Ludwig Zsoltnak ez a merész húzás. 22-24 gödöllői szempontból Luther szervál, Luther szerválja. Viszonylag könnyedén fogják. Jó a védekezés, Kriege Lévi. Lepörgeti Gréti, ezt könnyen hozza vissza a libero. Jó a blokk! Szép, látványos! Széles Petra, 23-24. Még egy kell. Egyelőre alakul. Itt is egy csere. A vendégek edzője pedig meglehetősen izgatottá vált ezekben a percekben. Ez nekünk jó. Luther második szervája. Megoldják, sajnos megoldják. Najdics szépen készített elő, és a vendégek centerből megoldják. És hát, ahogyan az első mérkőzésen ez
Ezúttal is 25-23 az első játszma végeredménye. Reméljük, hogy nem úgy folytatódik majd, ahogy a Mariborban, hanem egy picit jobban. Változatlan összeállításban érkezik a Gödöllő a második játszmára. Reméljük, hogy az eredményen egy nagyon picit tudunk javítani. De azt kell, hogy mondjam, hogyha nem, az se baj. Hogyha így játszunk ilyen szépen, ilyen bátran, lelkesen, akkor nem lehet probléma. Reméljük, hogy nem lesz 2 pontnál nagyobb a különbség a 2 csapat között. A vendégek javára persze. Nyilván bízunk abban, hogy javítanak a lányok. Krieger Lévi kezdi meg a pontgyártást. Egy szép föladás után egy pörgetéssel jönnek vissza, remek. Krieger Lévi beért a labda alá. Merkowski pörgetését viszont sokkal egyszerűbben fogják a vendégek. És 1-0-ra vezet a Gödöllő. Fontos ez. Tudom, messze még a vége. 25 pontig tart egy játszma. De higgyék el, hogy fontos lélektanilag. Az első egység megszerzése. Ráadásul úgy szereztük meg, hogy kivédekeztük a vendégek akcióját, ez pedig itt van, Háfra Domi! Ajj! Nagy szerencséje volt a vendégeknek, hogy Domi pont odaütötte a liberó kezébe. 1-1. Lékó fogad. Merkowski! Ellenállhatatlanul bedarálta blokk közé ezt a labdát. 2-1 ezzel nekünk. Közben itt a statisztikát is böngészgetem. Egy látványos terpesz felugrás után készített elő a vendégek feladója, amit a centerük bombázott be. 2-2 ezzel. Ami egyértelműen jobb a vendégeknél, az a nyitásfogadás. Erre egy példa a mostani nyitásfogadásunk is. 40%-kal fogadott a Gödöllői Társaság, míg 63%-mal a vendégek. Ez az érintés is gyanús volt, nem fújták le, nem ért hozzá senki. Ludwig Zsolt is reklamál, a játékosok is. Ők úgy látták, hogy hozzáért a maribori blokk. 4-2, figyelni kell az elejére. Ezt az érintést szabálytalannak ítéli meg. Az is volt. Najdics megtartotta a labdát, emelés. Ez pedig szabálytalan a röplabdázásban. Na nézzük, Háfra Domi. Picit bizonytalan volt ez. Háfra védekezik, remekül. Na nézzük, Gréti élesen elüti. Ezek között, fölött, mellett, teljesen mindegy, hogy hol, 4-4. Szép támadás volt, volt benne minden. Jó védekezés, remek előkészítés. Háfra Domi necces szervája után. Ezúttal nem sikerül a védekezés, de szépen csinálta. Putinski hátulról.
Out. Nem ért hozzá senki. Öt. Merkoszki érkezik. A következő nyitáshoz tartanunk kell itt az elejét. Nagyon jó eddig. Merkoszki nyitás. A liberónak kell feladnia. Ez az érintés is fújható, de nem ítéli meg rossznak. A játékvezető így 6-5-re vezetnek a vendégek. Érkezik Mlakár Iza a szervához. Jók lesznek ezek a szervák egy-két év múlva. Jó kis játékos lesz ebből a Iza Mlakárból. Hiszen még csak 18 esztendős, bőven van ideje. Az ott egy állásrendi hiba, kedves bírósportásnő. Széles Petra bombázza be. Cserélnek a vendégek, hetessel érkezik. Urszka Iglicár, szintén egy fiatal játékos, 95-ös születésű. Ez állásrendi hiba, kedves bírósportás asszony, ez állásrendi hiba. Ezt le kellene fújni. A hetes játékos kintebb helyezkedik, mint a mellette lévő. Kettőször is állásrendi hibával fogadott a maribori csapat, ezt észre kellene venni. Na hát reméljük majd kritikus pillanatban felfigyel erre a másodbíró. Iglicár szervál, most állt be, hál' Istennek még nem sikerült bemelegednie. 8-7-nél térhet az első technikai szünet. A két csapat. Vezetünk, tartjuk magunkat a játszmák elején, csak a végére kellene ezt valahogy tartanunk. Azt mondja, hogy ránézek a szerválók rangsorára is. Csak az érdekesség kedvéért, hogy hogyan helyezkednek el a gödöllői, illetve a maribor játékosok. Hutinski Sára Hutinski, a hármas számú maribori játékos, a harmadik az összetett rangsorban, szettenként 0,62 tized ásszal. Hát itt az első játszmában Hutinski, na hol tűnt, itt van 15-ös, összesen 4-et szervált, abból 2-t elrontott, tehát a mai napon nem nagyon növeli a hatékonyságát szervában. Reméljük Széles Petra meg tudja tenni, ő sem. 8-8. A gödöllőieknél a legjobban ebben is, meg a pontszerzésben is Csengeri Petra áll, aki jelenleg ül a kispadon. És most úgy ül, hogy azt látom, hogy be van kötve a keze. Tehát Csengeri Petra sérült, ezért nem játszik a mai találkozón. Hát reméljük, hogy nem tartós a sérülése. Háfradomi remek mezőnye után jönnek a vendégek. Najdics, remek irányító. Szépen hozta játékba Hutinskit. 10-8 ezzel már a vendégeknek. Hát most az a rossz hírem van, így jó, igen. Majdnem mi is állásrendi hibával fogadtunk. De végül rendezte a sorait német Zsuzsi és Szakmári Gréti. Figyelni kell, hiszen 3 elsősoros, 3 hátsósoros játékos van röplabdázásban, és kötött sorrendben kell, hogy álljanak a pályán egymáshoz képest. És amennyiben a szerva pillanatában ezt nem tartják be, az hibának minősül.
tehát akinek középen kell állni, annak a szerva pillanatában középen kell állni, akinek jobb oldalon kell állni, annak jobb oldalon, és így tovább, és így tovább. Hosszúnak tűnt. Lilla úgy ítélte meg, hogy bent lehet, de a fogadása sajnos elpattant. Léko Lilla az első játszmában 33%-kal fogadott, és két nyitás fogadás hibája volt, ami közvetlen pontot eredményezett az ellenfélnek. 12-9-nél Ludwig Zsolt kikéri az első idejét. Megpróbálja egy picit rendezni a sorokat. Vendégek feladója folytathatja Najdics a szervák sorozatát. Három ásznál tart eddig egy játszma után. Németh Zsuzsi ütését könnyedén fogják. Az viszont megvan. Nagyon szép védekezés. Az már nincs meg. Hihetetlen Mlakar. Nem fárad. Nem fogy az energiája, ugyanolyan lendületesen érkezik a labdákra, mint az első labdamenetben a mérkőzésen. Igaz, csupán 28 percig, csupán mondom, ez viszonylag hosszúnak számít, 28 percig tartott az első játszma, és jelenleg 40 perce játszanak a csapatok. Amikor is a mérkőzésen egyik legnagyobb különbség 5 pont alakult ki, 14-9-re vezet. A Maribor az első játszmában 4 pont volt a gödöllőiek előnye 16-12-nél, ahonnan fordítottak a vendégek. Reméljük ez most sikerül nekünk. Merkowski blokkról kipattan a labda, nem tudják visszahozni. Így nem lesz 6 pontos különbség. Reméljük egyelőre nem. Németh Zsuzsi érkezik. Az első játszmában, mindjárt befejezem a mondatot, nem rontott szervát, nem akartam elkiabálni. Alkarral jöhetnek vissza csak. Háfra szépen Krieger Évi megtartott labdáját, okosan forgatta el ötös hely fele, ezzel megszerezve a 11. gödöllői pontot. Németh Zsuzsi szervája. Ez is jó. Most figyeljünk. A védekezés nem sikerül. Széles fogad. Hoppá, az még jó. Az még jó. Grét is meglepődött, szerintem Petra is, meg mindenki a csarnokban, de Széles Petra lábfejéről pattant föl a labda, nem pedig a talajról. Így folytatható lett volna a labdamenet. Egyelőre a gödöllői csapat most liberó nélkül állt fel nyitást fogadni. Megnézzük, hogy ez csak pillanatnyi döntése volt Ludwig Zsoltnak, hogy lehozta Léko Lillát, vagy esetleg most egy rövidebb időre ezzel a felállással próbálkozunk. De úgy tűnik, hogy Léko Lilla marad a padon. Legalábbis nem mocorog az oldalvonal mellett, tetre készen. 16-11, 5 pont a különbség a két csapat között. Reméljük, hogy ez nem nő az elkövetkezendőben. Andrejko folytathatja szerváit. Egy hibánál tart. Nem sikerült megbabonáznom. Jó! Úgy gondolta a vendégek libelója, Stefana Prokovic, aki egyébként egy szerb idegen légiós,
Még egy idegen légiósa van a szlovéneknek, ötössel, épp Andrejko Diana. Habár egy out, bizony, Mlakar is tud hibázni, na, mégsem földön kívüli, jól van, akkor van esélyünk nekünk is. Szóval Andrejko Diana, Diana Andrejko, kicsit keleties vezetékneve van ugyan, de egy amerikai játékosról van szó. Tehát ötössel egy amerikai, egy remek védekedés, Háfradomi szépen készít elő, német Zsuzsi, jaj, de kár érte. Azt az egyetlen blokkot sikerült eltalálni Zsuzsinak. Pedig egy szép védekezés után. Milyen szépen adott föl Domi. Domi helyett jön Lilla. Akkor ezek szerint Petra helyett most nem jött. Domi helyett viszont érkezik. Szóval egy amerikai és egy szerbe van a szlovének soraiba. Léko, Lilla nem fogott ki igazán jó napot a mai mérkőzésen. Egyelőre a 33%-án valószínűleg jócskán rontott. Blokk nélkül Szakmári nem tudja befejezni ezt a labdamenetet, az viszont szegély, azaz négy érintés, ami szintén szabálytalan. Érkezik Luther Liza ismét. Ez az első játszmában is bejött, igaz, most még csak 18-14 van, de nincs ezzel gond. Merkoszki helyett jön Liza nyitni. Nézzük, mit kért tőle Ludwig, hova nyisson. Oda jó helyre nyit, hátulról jöhetnek csak Andrejko. Luther készít elő, német, megpattan a szegélyen ezúttal ez. Nekik volt kedvező és hihetetlen, Mlakar ismét kipattintja a labdát a Szakmári kezéről. És egyes állásban folytatja a gödöllői alakulat, azaz Luther Liza fogja irányítani a társaságot, és Krieger Éva átavanzsált ütővé. És már is egy center támadással kezd. Nem is volt olyan rossz. Out! Mondd, hogy out! Nem out. Nem úgy játta Gyulai Géza, hogy ez a labda out lett volna, ha zászlóját a föld felé tartva jelezte, hogy bent volt a labda, ahogy Ludwig Zsolt is jelzi a jelzőberendezéssel és a T betűvel, amit a kezeiből formált, hogy időt kér, 20-14-nél 6 pontos különbség a két csapat között, először ekkora a szakadék. De nem szabad feladni és menni kell tovább. A Mariborihoz hasonlít most már ez a találkozó. Ott a második játszmában 17 egységig jutott a gödöllő, és Ludwig Zsolt ezzel kihasználta a második időkérési lehetőségét. Többször ezt a fegyvert nem használhatja ebben a játszmában. Egyessel Iza Mlakar, most már fejből tudjuk a nevét. Jó labda, illetve jó választás, bocsánat, nagyon jó lett volna ez a labda, ha jó, de egy picit szűk volt Szakmárinak, pedig a vendégek nem számítottak arra, hogy Liza oda visszaadja. 21-14. Mi 3 pontra attól a bizonyos 17-től, Léko remek fogadása, na, talán magára talál Lilla. Mlakar üt ismét, Mlakar, Mlakar, Mlakar. Na, valami dalt kéne írni a nevéből. Hihetetlen ez a játékos. Nagyon szépen termeli a pontokat. Az első játszmában egyébként 10-szer támadott. Többnek tűnt, megmondom őszintén. Out. Nem ért hozzá senki ez a formáció. Luther érkezik vissza 23-14-nél. Szóval csupán 10-et támadott Mlakar, 10-szer kapott labdát, abból 4 pontot ütött, és egyszer blokkolták, valamint blokkból is szerzett 1 pontot.
Ezzel játszmalabdához jut a vendégcsapat, mi pedig csak 14-nél járunk. Ez a játszma nagyon elment. Nagyon szépen emeli. Széles, kipasszoljon. Na nézzük, nagyon kíváncsi vagyok, örülök, hogy eljutottunk idáig. Ismét egy nyitásfogadási alakzat. Ott a szlovéneknél, most ezúttal jól állnak. Igen, valószínűleg figyelmeztett őket az edzőjük, de helyes sorrendben állnak. És egy center támadás, és micsoda védekezés után beütik. Hát ez látványos volt. És ez a sportág nem látvány sportág Magyarországon. Ez a labdamenet viszont az volt, az egyetlen szépség hibája csupán, hogy a mariboriak szerezték meg a pontot. 25-15, 2-0-ra vezet a vendég együttes. Bízunk a jó folytatásban. Dominika hiányzik a gödöllői hatosból, a helyére érkezett hatossal Huckle Szilvia, aki szintén centerben, tehát középen fog játszani. Közben itt játszmák szünetében, a játszmák között belenéztem a statisztikába, és hát nem fogják kitalálni, vagy szerintem önök sem gondolják ezt az adatot, amit itt látok én a papíron. Mlakar Iza a vendégek legjobb támadója, csupán 50%-kal támad. 20 ütéséből, 10-ből szerzett pontot. Kérdezem én, mi lenne, ha egy kicsit jobban menne a mai napon neki a játék? Mert ezek szerint nem játszik jól. Na ő az, aki nem játszik ma jól. Hiszen minden második labdát tud csak megoldani. Hát ez most minden első volt, hiszen az első pontot ő szerezte csapatának. 1-0 ezzel a Maribornak, 2-0 pedig a játszmákban, szintén a vendégeknek. Németh Zsuzsi egy blokkal szemben nem ér hozzá senki, 2-0-ra elhúznak mindjárt az elején a vendégek. Ütés százalékban sajnos a gödöllőieknél az 50%-os Széles Petra a legjobb, aki 4 labdából 2-t oldott meg. De azok, akik sokat kaptak, Szakmári 21, Molnár Németh Zsuzsi 10 labda, csupán 10% Németh Zsuzsi és 33%, ami Grétit illeti. Németh Zsuzsi érkezik az első gödöllői pont után. Németh könnyedén fogják a szerváját. Mlakár ezúttal innen a négyes hely felől. Kriegel dobja át. Szép megoldás. Most már őnek is van pontja. Bár eddig is volt. 2 pontot szerzett. Blokkból. És egy jó blokk. Szakmári és Huckle Szilvi hozták össze. Ezzel 3-2-re vezetünk, szép, halkan, csendben. Németh Zsuzsi szervája. És, az még megvan bizony. Az már nincs meg. Kétszer megcsinálja ugyanazt, Nagydic. Most már csak megtanulom a nevét. Ő is Sára. Lehet, hogy Sárának fogom hívni. A vendégeknél Hutinski Sára 15-össel az, aki most ott elől középen blokkol. Reméljük, hogy nem túl jól, de jól.
Legnagyobb bánatunkra 71%-kal támad, 7 labdából 5-öt megoldott. És többen vannak, akik 50 fölött vannak, 67%, 50%, 100%. Tehát hatékonyabban támadnak a vendégek, mint a gödöllői csapat. Az úgy egy picit nehéz, nem értette ott meg egymás, Kriegel és Léko egymásra vártak. Ezzel 5-3 a vendégeknek. Ezzel a 3 ponttal be fogja érni az előtte lévő Bratislavát a Nova KBM Maribor. Ez a labda rossz, Iglicára, aki csereként állt be az előző játszmában, nem lendült még bele. Hako Szilvi első szervája a mérkőzésen. Nehezen fogják, nem értünk hozzá, át kell tenni. Na nézzük, Évi mit csinál ebből? Gréti, out. Nem ért hozzá senki, nagyon furcsán pattant az a labda, akkor rosszul találta el ezek szerint Gréti. Szóval amennyiben 3-0-ra nyer a Maribor, 3 pontot kap és beéri a 23 ponttal előtte álló Slavia Ekonomika Univerzita Bratislava csapatát. A pozsonyi együttes német Zsuzsi nyeli le ezt a nyitást. Így van időm elmondani, hogy a 23 ponttal, amennyiben 3-0-ra nyer, akkor megegyeznek a szett arányok is. 26-14 lesz mindkét csapatnál. Egy érdekes szituáció alakul ki. Tehát ebben az esetben, hogyha a szett arány is azonos, a kispontok, az összes kispontok aránya dönti el, hogy melyik csapat kerül előrébb a rangsorban. Az viszont nagyon szép volt, oda hosszan hátra keresztbe. 3 pontos előnnyel érkezik az első technikai időre a Maribor csapata. Mi pedig szusszanhatunk egyet és erőt gyűjthetünk a folytatáshoz. A Maribor üldözője, legnagyobb üldözője a Doprastav Bratislava, tehát tulajdonképpen a két pozsonyi csapat között áll jelenleg a Maribor. 2 ponttal vannak mögöttük, tehát nagyon fontos lenne a Maribor szempontjából, hogy itt a mind a 3 begyűjthető pontot hazavigye Szlovéniába. Tehát messze még a vége, hiszen 16 meccsből áll az alapszakasz, és ez lesz a 11. 5 mérkőzése van még hátra a Maribornak ezen kívül, és a gödöllői társaságnak is. Nagyon szépen találta el. Ez a védekezés viszont nem olyan jó, de még megvolt, még hozzáért. De ezúttal Mlakar hibázott. Pedig nagyon szép kis, mondhatni brutális szervát eresztett el. Nézzük, Szakmári, ő inkább cseles trükkös szervával próbálkozik. Ne érjen hozzá, de hozzáér. Nem kellett volna sok, hogy ott elkerülje a csövet ez a labda. Lilla kezéről pattant föl. A játszma elején dűlőre akarja vinni a dolgot a vendégegyüttes. Egy hálóról megpattanó labda. Német Zsuzsi fejezheti be, és egy lágyan a blokkra rápörgetett ütés kipattan oldalvonalon kívülre. Széles Petra érkezik 9-7-nél. Na, lányok, szorítsátok össze a fogatokat, és próbáljuk meg legalább egy játszmával
örvendeztessétek meg a gödöllői szurkolókat, a gödöllőért szorítókat. Egyelőre ezt nem hagyják a pirosmezes vendégek. Putinszki érkezik vissza a pályára, és kollégája, a másik center, Kujecs Elena fog szerválni, aki egyász és egy nyitásrontással áll jelenleg. Ebben a játékelemben Németh Zsuzsi bebombázta ott. Az alacsony feladó fölött, ott el kell ütni, igen, ott kell támadni. 10-8 ezzel Krieger Évi szerválhat. Andrejko, jó a labda még! Lábbal micsodát mezőnyözött Krieger Évi, ezt a labdamenetet meg kellene nyernünk, akkor lenne igazán értékes. De nem sikerült, Lékóról elpattant a labda, a második nagy mezőnyözés ma lábbal. Hát hiába jól kell helyezkedni, szokták mondani, hogy ezt a sportágat lábbal játsszák. Na hát a szó szerinti verzióra láthattunk most erre példát. Out. Talán az első rontása Sárának, a vendégek feladójának. Nem, volt már neki. Ja igen, a második szedben, emlékszem is rá. A háló közepébe ütötte csúnyán a labdát. Ez most egy jó 30 centivel csúszott outra. A libero játssza be könnyedén. Lakár. Németh Zsuzsi hátulról megpattan a blokkra a labda, de hálóban is volt a vendégek 15-öse Hutinski. 11-10-re zárkózik a gödöllő. Németh Zsuzsi szervája. Jó lenne, ha elkerülnénk a vendégek liberóját, hiszen remekül fogad. 75%-os hatékonysággal, pontossággal. Jó a blokk. Áj, az nem jó labda, ezt meg kell csinálnunk, lányok. Potyalabda ingyen van, meg kell oldani. Nem sikerül. A libero készít elő. Még egyszer a kezünkben a lehetőség. Élni kell vele, bent is van. Szakmári megunta a totojázást, ráütött egyet a labdára, ami landolt is a vendégek térfelén. 11-11-nél utolérjük a Maribort. Na. Hogy a vendégek már úgy gondolták, hogy ez a mérkőzés már a zsebükben van. Hát ezt ne hagyjuk nekik, az még meg lehet. Gyerünk, Szilvi, az szép, az belül. Nem volt belül. Úgy tűnik, hogy kívülről jött az a labda. Gyulai Géza jelezte, igen, ő volt vonalban, higgyük el neki. Kár érte. Kár érte. Ez viszont jó. Ne! Nem ért hozzá a sánc ehhez a labdához? Hát akkor nem pattant volna ilyen éles szögben arra. Ludwig Zsolt két kézzel legyint. Vasco Paverra. Paverre. És persze a lányok megállnak. 14-11 ezzel. Hihetetlen. Egy játékvezetői ítélet ennyire tudja befolyásolni a játékot. A csapat egy pillanatra megfagy, az edző reklamál. Jogosan hozzáteszem, de teljesen mindegy, hiszen a mérkőzés minden hat óra az, aki a sípot tartja a szájában. Jelen esetben Vasco Pavel, a mérkőzés első játékvezetője. Neki jogában áll felülbírálni minden kollégáját. Tulajdonképpen az van, amit ő mond. Még akkor is, hogyha az hibás döntés. 14-11 pedig 11-11-re zárkóztunk. És egalizáltuk az állást. Na, lányok, ki kell zökkenni most a gödörből, és tovább lendíteni a szekeret. Ludwig pedig a második játékvezetővel pöröl közben. Lékó fogadása ezúttal sem pontos.
És micsoda játék? Németh Zsuzsi leért erre a labdára. Bravo. McLaren. Ilyetetlen. Ez is rosszul pattan Lékóról. Nagyon, nagyon nem megy Malillának. Lefagytunk annál a rossz ítéletnél, leragadtunk, 11-nél tartunk továbbra is. Jó a nyitás, és most már csak Lékóra szervál az ellenfél. Ez pedig a blokk közepe. 16-11, nagyon kár érte, hogy ott megtorpantuk, és ott nem kaptuk meg azt a pontot. Azzal átvehettük volna a vezetést. Ez lélektanilag nagyon fontos szituációban történt. Ez a rossz ítélet. És egyelőre mi látjuk kárát. Nincs vége még, biztatják, hergelik egymást a gödöllőiek, hiszen azért még egy acélos hajrával szorossá lehet tenni ezt a játszmát. Andrejko, az amerikai légiós szerválhat. Ezt sem fújják le. Hát az érintésekkel szemben nagyon liberálisak a játékvezetők, nevezetesen a Mr. Vasco, teljesen mindegy, hogy mondjuk, a szlovák nemzetiségű sípmester. Több olyan érintés is van, amit úgy gondolom, hogy le lehetett volna fújni. Sehol senki, mindenki nagyon messze, megálltak a lányok. Jaj, de kár érte, ne adjuk fel. Próbáljuk meg picit szorosabbá tenni a végét, csak jobb szájízzel térhetnénk haza. És gondolhatnánk vissza erre a mérkőzésre. Lékó fogadása ezúttal excellent, azaz tökéletes. A védekezés ezúttal Németh Zsuzsi részéről viszont pontatlan. 6 pont a különbség, most már 18-12-re vezet a vendég együttes, és Ludwig Zsolt nem nyomja meg az időkérést jelző berendezés gombját. Szépen üti el vonalban Merkowski, egy picit kicsúszott a labda, 19-12, valamivel meg kellene állítani őket. Megpróbálkozik Ludwig egy időkéréssel, hát ha ez segít kizökkenteni Hutinskit, reméljük, hogy valami minimális eredménye lesz a 30 másodperces pihenőnek. Egy jó hajrával meg lehetne közelíteni a vendégeket, akik, mint már említettem, a Final Four bajutás esélyesei a két csapat közül egyértelműen, hiszen jelenleg is a tabella negyedik helyén állnak, ami azt jelenti, hogy ott lehetnek a végső döntőben, ahol egy tornán eldől tulajdonképpen. Hát ezt én szélesnek láttam, megmondom őszintén, de a játékvezető, a vonalbíró úgy ítélte meg, hogy bent volt. Szóval ahol egy tornán fog eldőlni, hogy ki a végső győztese, tehát abszolút egyenlő esélyekkel indul majd ott az a csapat, aki negyedikként jut be, az nem out, az bent volt. Ezzel 19-14 ugyanolyan esély lesz a negyediknek, mint az elsőnek, hiszen ott egy kétnapos tornán, két vagy háromnapos tornán, nem vagyok ebben pontosan biztos, eldöntjük a csapatok, ez
azt is lenyelik. Na, most egy picit ők torpantak meg. Időt is fog kérni, szép, lassan meg is teszi ezt a vendégek edzője, Bruno Najdic. 4 pontra zárkózunk fel, hiszen volt a különbség 6 is ebben a játszmában. Na most még 2 ilyen jó szervával egészen vissza lehetne jönni a mérkőzésbe. Letelt a bizonyos 30 másodperc, jöhetnek a csapatok. És folytathatja a szervák sorát Merkowski, aki ezúttal a pályán maradt és nem érkezett a helyére, Luther Liza. De meg is hálálja a bizalmat. Na nézzük, Merkowski szervája hosszú. Elkiabáltam megint. Fontos pillanatban, időkérés után kiskortól tanítjuk ezt, hogy időkérés után nem szabad szervát rontani. Na nézzük, jön Lakár. Egy nagyon rossz megoldás Krieger Lévitől, elkapkodta. 21-15, most már közte 6. 4 pontra a végső győzelemtől a Maribor. Szép szervafogadás. Megcsinálja még egyszer. Mondjuk ebből más választása nem nagyon lett volna Évinek. Minden esetre vagány dolog volt még egyszer ugyanazt meghúzni. És most érkezik viszont Luther Liza. 21-16-nál. Szépen forgatja le. Luther elé egy jó méterrel. A szlovén center. És 3 pont, 22-16. Sajnos az első játszma után 2 sima játszmában maradunk alul. Az első szoros játszma után, úgy értem. És kísértetiesen megegyezik a mérkőzés a szlovéniai első találkozóval. Nem lépett be. Nagyon szépen áttette, nem lépett a vonalra, átpörgött a labda a hálón. Ezzel 23-16. Szóval Szlovéniában is, ahogy említettem már önöknek korábban, az első játszmában tudtuk megszorongatni őket 23-ra, a második kettőben pedig 14-re és 17-re maradtunk alul. Ezúttal a második játszmában 15-ig jutottunk. Itt pedig csak 16-ig fogunk, tehát amennyiben a következő labdamenetet megnyeri a Maribor, úgy hajszárra megegyezik a két mérkőzés pontaránya. De bízunk a jobb folytatásban a következő mérkőzéseken, hiszen hamarosan a gödöllői csapat porondra lép a Magyar Kupában is. Majd igaz, ott egy NB2-es csapat ellen, de abszolút nem szabad lebecsülni a egyik ellenfelünket sem, hiszen a hazai pálya előnye az NB2-es közgáz együttesét fogja szolgálni. Egy kis teremben, szűk helyen kell majd egy másik fajta labdával egy mérkőzésen helytállni, és egy mérkőzésen dől el a továbbjutás sorsa. Az már a legjobb 4 közé jutást jelentheti majd, ami a Közép-Európa Ligában nem fog sikerülni a gödöllőieknek, a mariboriak viszont egy lépéssel közelebb. 25-17-re nyerik a harmadik játszmát, és ezzel 3-0 arányban megnyerik a mai mérkőzést. Meg utolérve ezzel a Bratislava együttesét, tehát 2 csapat áll a dobogó harmadik helyén jelenleg. Mind a ketten a Final Four-ba kerülésért küzdenek, a gödöllői csapat pedig azért, hogy pontot szerezzen itt a Közép-Európa Ligában, illetve hogy tapasztalatokat gyűjtsön, amit hasznosítani tud majd a Magyar Bajnokságban, aminek hamarosan elkövetkezik az ideje, hiszen egy bő hónap, másfél hónap múlva már a Magyar Bajnokságban is helyt kell állnia a gödöllői csapatnak. A mérkőzés végeredményével búcsúzom tehát innen a gödöllői sportcsarnokból.
Teva Gödöllői Röplabda Klub, a Nova KBN Branik Maribor csapatát fogadta a mai Közép-Európa Ligába, és 3-0 arányú vereséget szenvedett. Köszönöm szépen a figyelmüket, Szabados Istvánt hallották.